Lovaglás, lókakilás, vonatrablás, bárányterelés, vadászat, szerencsejátékok. Ez a Cowboy Naplók. Ez a Red Dead Redemption 2. Miért szaros? 2018-ban jött ki, abban az évben 4 kategóriában is elhozta az év játékadíjat, valahogy viszont nekem mégis kimaradt az életemből. Hogy mi? 2018 6 éve volt? Na mindegy, ne is törjétek vele! Már készen állok cowboynak lenni, ókerezni, kocsmabonyózni, állatokat nyúzni. Hold up! Wait a minute! De előtte a bevezető. Annyit kell lovagolni az elején ezzel a tempóval, ami vetekszik egy 20 éve nyugdíjas öreg nénivel és a Suzuki Ignisével, akinek nem tudom, hogy nem vonták még be a jogsiját. Ha nem szívott volna be magába ez az elképesztő látvány és a sztori, el kellett volna indítsak egy Subway Surfers gameplayt vagy egy szappanokat vágó faszit a második monitoromon, hogy a napi 5 óra tiktokozástól kiégett dopamin receptoraim hűből beinduljanak. Szóval a látvány. Nekem, aki csak ilyen izzadós multijátékokat játszik, mint a LOL, Fortnite vagy a Rocket League, egy teljesen új világ nyílt meg, mikor megláttam a friss hóval borított hegyeket, a tomboló hóvihart, a nyomokat a hóban. Jézusom, miért a sok hó mindenhol? Már egy órája játszok és olyan fehér minden, hogy lángol a retinám. Senki nem szólt, hogy ezt a játékot csak előre bekészített szemcseppekkel lehet játszani. Inkább nézzük a sztorit. 1899-ben vagyunk, körülbelül 12 évvel az első játék előtt, tehát 6 évre vagyunk attól, hogy Albert Einstein publikálja a relativitás elméletét, és 116 évre a Füredj az apáddal szimulátortól. A főszereplőnk Arthur Morgan, éjszakra menekülünk a Pinkerton detektív ügynökségtől, mert rossz fiúk voltunk. Itt megismerjük a társainkat, akik egyelőre Javier, Micah és a vezetőnk Dutch Wendelint. Első megállunk egy háza semmi közepén, megpróbálunk lefonolni a lakókkal, viszont hamar kiderül, hogy ők ellenséges Udriskolz tagok, ezért meg kell őket győzni, hogy ne bántsanak minket. Kilútoljuk a házat, kilútoljuk az istállót, de megtámad minket pókember, aki eléggé beszélős kedvében van, és megtudjuk, hogy merre vannak a társai, és hogy ki akartak rabolni egy vonatot. Elhozzuk a lovat, akivel végtelen kalandál előttünk, és hűtársunk lesz a játék során. A neve Ló. Hogy kerül ide ez a szaros? Ezután megismerjük Sadie Adlert, megmentjük és visszavisszük a táborhoz. A következő missionben meg kell találni egy bizonyos John-t, akit 2 napja nem láttunk, és mikor odaérünk Javierrel, akkor derül ki számunkra a játékosnak, hogy ő John Marston az eredeti Red Dead Redemptionből. Meg kell őt menteni a farkasoktól, akik ingyen kóstolónak gondolták az arcát. Lóra ültetjük, és megfelelő tempóban a táborhoz visszük. Ezután meglátogatjuk a helyet, amiről kaptuk az infót, megölünk mindenkit. Kilútoljuk őket. Bro, éppen lootolok! És megtaláljuk a vonatrablással a tervüket. A hazaúton elkapunk valakit, akinek sikerült megmenekülnie, ő Kieran, elviszik a táborba és egy fához kötözzük, amíg nem akar beszélni velünk. El kell mennünk vadászni, amiben mint kiderült, én vagyok a legjobb, a tápláléklánc csúcsa. Nyugodtan hívhattok a vadászat Hamiltonjának, az őze krémáma vagyok, a kibaszott mumus, egy gép! Egyszer lőttem mellé, azóta létezik a bagos hitbox! Viszont amire a tehetségem nem volt képes, az az, hogy megállapítsam, hogy az íj felhúzása az nagyon fogyasztja a staminámat, és az első lövésen kívül mindegyiknél össze-vissza urált a célkeresztem. Oké. Az első medve, akivel találkozok. Társam azt javasolja, hogy inkább kerüljük ki, ezért természetesen már célba is vettem azt a buta fejét annak a buta medvének, a bot émmel pedig pont annyira sikerült leállfézni, hogy elfosson, de üdvözőbe vettem is. Eltelik pár hét, itt az idő, hogy kiroboljuk a vonatot, amin Leviticus Cornwall értékes tárgyai vannak. Amíg mindenki a dombon vár, mi lemegyünk segíteni a dinamittal, húzunk egy kábelt, ráblankoljuk a detonátorra, és visszamegyünk a többiekhez. A dinamit viszont nem robban fel, mi pedig ezt gondolkodás nélkül rá is fogjuk másra, ezért menet közben kell ráugrani. Megöljük a security-t, és kirobbantjuk a vagonnak az ajtaját. Mivel Cornwall ennek nem örül, ezért elkezdi pumpálni pénzzel a Pinkertonokat, hogy elkapjanak minket. Ez volt az utolsó bevezető mission, költözünk, és megnyílik előttünk az open world. Mivel végre szabad akaratom van, az első dolgom az volt, hogy rákerestem, hol lehet találni medvéket, hogy befejezzem, amit elkezdtem. Az úton találkoztam egy szenyorral, akivel végül összebarátkoztam,
És egy túrázóval, aki csak rosszkor volt rossz helyen. Itt már annyi ideje keresgéltem a medvét, hogy közben lement a nap, és eljött az első halálom. Feltámadásom után újból lóra szálltam, és folytattam a medve után való keresésemet. Ezúttal több szerencsére számítva... Elhozzuk a lovat. Végtelen kaland áll előttünk. Ló. Most már viszont pont elég volt a medvevadászatból. Várjunk csak. Ez mi? Ló? Te nem ló vagy. Mától a neved Ló 2. Kierennek nem volt elég napokon keresztül egy fát ölelgetni ahhoz, hogy beszéljen, de Bill kicsapja a golyómetszőt, és már kapjuk is az infót. Elvezet minket egy ódriszkol táborba, ahova belopózunk, és észrevétlenül megöljük őket. Vagyis én észrevétlenül megölök egyet, de észreveszik, mert ennél a dobókésnél már csak egy haszontalanabb dolog van. Ezután nem sokkal elindulunk egy missionön, ahol el kell kapnunk egy medvét. Ha ezt tudom, nem töltöttem volna órákat medvekereséssel. De útközben beugrunk egy istállóba, ahol mint kiderült, mivel az Ultimate Edition-t vettem meg, ingyen kapok egy versenylovat, ajándéklónak pedig ne nézd a fogát, úgyhogy viszlát Ló 2 és hello Ló 3. Elmegyünk a helyszínre, lerakjuk a medvecsait, amit craftoltam, és itt az idő befejezni, amit elkezdtem. Ennyi? Ennél azért többre számított. Elmegyünk Jackkel horgászni, ő John és Abigail fia, ahol megtalál minket a Pinkerton-tól Milton ügynök, ami amúgy elég érdekes, és felajánlja, hogyha feldobjuk neki Dust, akkor elengedik minden büntetésünket. Mi ezt elutasítjuk, és szólunk Dustnak, akinek az a terve, hogy nem csinál semmit. Oké, nem tudtam, hogy ilyen chill vagy. Beülünk vele egy viszkire, de megtalál minket Cornwall, ami elég érdekes, viszont mi annál keményebbek vagyunk. Mi annál keményebbek vagyunk, úgyhogy lelövünk mindenkit, felhúzzuk a nyúlcipőt és megint elköltözünk. Itt kiderül, hogy van két ellenséges család, a Grey és a Braithwaite, és mindketten olyan hülyék, hogy egy gyors szerepjátékkal elhitetjük velük, hogy jó ötlet felvenni minket sheriffnek. Dutchék elhívnak egy csapatépítőre horgászni és hajókázni. És bemegyünk a városba. Velünk tart Sadie, és kiderül, hogy ő egy valódi, hivatásos tehénlány. Dutch leitatja Grey Sheriffet, aki olyan jó kedvében van, hogy ad nekünk egy jelvényt, és ettől a ponttól kezdve igazságszolgáltatók vagyunk, a Justice League, a bosszúállók, az életem árán is szolgálom és védem a várost! Írtunk egy családi cefrevállalkozást és ellopjuk a pálinkáikat, ezután megint kiraboljuk Cornwall egy szállítmányát, de az egész lovas hadsereg már várt minket, ami elég érdekes. Megbújunk egy istállóban az éjszakára, és miközben a ninja technikáimat alkalmaznám, a faszi előhúzza a shotgunt és aztán engem hibáztat. Miután ezt elintéztük, elmegyünk és elindulunk bankot rabolni. Ezután elmegyünk a Braithwaite családhoz, és megpróbáljuk elelni nekik a pálinkát, amit loptunk tőlük, de ők inkább azt akarják, hogy leítassunk vele mindenkit a városban. Segítünk mindkét családnak, állítatjuk mindkettőjükkel, hogy az ő oldalukon állunk, de kiderül, hogy összefogtak, és ők voltak azok, akik kihasználtak minket, és mi voltunk végig a hülyék. Rip! Mire visszaérünk a táborba, kiderül, hogy elrabolták Jacket, ezért drámaian meglátogatjuk őket.
Megtudjuk, hogy Jacket adatták Angelo Bronte-nak, aki Szendenében egy faszi, akinek végtelen pénze van, és gyakorlatilag övé az egész város. A Pinkertonok megint megtalálnak minket, ezért megint elköltözünk, pacekba vágjuk magunkat, és intézünk egy találkozót Bronte-val, aki egy szívességet cserébe visszaadja nekünk Jacket. Elmegyünk egy partiba, pókerezünk a Harry Potteres bankárkobolddal, és mikor hazaérünk, megtámadnak minket az O'Driscoll-ok. Rip! Angelo Bronte mond nekünk egy tuti helyet, ahol van egy széf, amit ha kirabolunk, akkor elvileg végtelen pénzünk lesz, viszont mikor a széfet kinyitjuk, akkor nincs benne semmi, és a város összes rendőre körbevet minket. Ezért miután meglógunk, meglátogatjuk Bronte-t, és megbeszéljük vele, hogy többet ilyen ne forduljon elő. Rip! Kirabolunk egy bankot, de a Pinkertonok már megint tudják, hogy hol vagyunk, ami elég... Megölik Hoseát, Rip és Lennyt. Rip, akikről sajnos nem tudtok semmit, ha nem játszottatok a játékkal, mert lusta voltam bemutatni őket. Fellopakodunk egy hajóra, ami Garma szigetén kirak minket, itt egy polgárháborúba csöppelünk. Végül sikerül visszajutni a táborba, viszont a Pinkertonok már megint megtaláltak minket, ami sikerül elüldözni őket, viszont ezután kiderül, hogy tuberkulózisunk van, ami egy nagyon nem szerencsés dolog. Dutch megöli Cornwallt, Rip, felrobbantunk egy hidat, elkapjuk a vonatot, ami viszi a híd javításához a pénzt, de amíg a vonaton voltunk, elrabolták Abigailt. Elmegyünk megmenteni Sadie-vel, de elkap minket Milton ügynök, és miközben beszélgetünk, elárulja, hogy egész végig Micah volt az, aki elárult minket. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Rip, Dashnak elmondjuk, amit hallottunk, de mielőtt kitalálná, hogy hisze nekünk, megtámadnak a Pinkertonok, és Johnnal megpróbálunk elmenekülni a barlangon át. Ez nem sikerül, ezért lóháton folytatjuk a menekülést, de lelövik lóhármat, úgyhogy gyalog kell folytatnunk. Viszont túl sokan vannak, ezért vissza kell fordulnunk, hogy feltartsuk a Pinkertonokat, amíg John megmenekül. Micah hátulról ránk ugrik, és nincs más hátra, le kell rendezni ezt az egészet kéz a kézbe. Dutch közbelép, de még mindig nem találta ki, hogy kinek hisz, ezért csak elsétál, mi pedig az utolsó erőnkkel elmászunk a szikla szélére, hogy nézzük, ahogy felkel a nap. Tehát a videón ez volt a többet is, köszi!